A szerbiai kormánynak az 500 szövetkezetet 500 faluban projektje keretében egy év alatt 212 szövetkezetet alapítottak. Ez a szám az idén újabb 80-nal fog gyarapodni, mondta Milan Krkobabić, régiófejlesztéssel foglalkozó tárca nélküli miniszter Nagybecskereken. Közép-Bánátban is jól halad az akció. To je znači pokazatelj, to je jedan lep primer da budemo zadrugarstvo na pravi način. Az új szövetkezetek 50 ezer eurós, a már működők pedig legtöbb 100 ezer eurónyi vissza nem térítendő támogatásra számíthatnak. Szintén a fiatalok itthon maradását hivatott szolgálni az a mezőgazdasági termékkiállítás is, amelyet Nagybecskereken nyitottak meg. Bila nam je ideja da okupimo one mlade ljude koji su osnovali nove zadruge po projektu Vlade Republike Srbije, 500 zadruga, 500 sela i da okupimo one mlade ljude koji su prihvatili akciju pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu da iz grada odu u selo i naravno za to dobiju bespovratna sredstva. A rendezvényen a kis gazdaságuk termékeit is bemutatták. A Császárkert Kft. És a múzsai gazdák közösen mutatkoztak be. Hoztunk ma ide sajtot, savanyúkáposztát, tepertőt, kalácsokat, pálinkát, így hát mindenkit várunk szeretettel vendégként. Ez a mai rendezvény elég szép jellegű, a falut próbálják, a falusi életet és a falon termelt termékeket próbálják kicsit népszerűsíteni. A moholiak a kiállításra többek között az újpárnak készített kalácsot is hoztak. Abban van liszt, van dió, még nagy szőlő. Szóval az az életben, hogy legyenek termékeken, még legyenek kemények, mind a dió, meg sokáig éljenek, mind a szőlő. A kiállítást szombatig lehet megtekinteni minden nap 10 és 19 óra között a Madison sportcsarnokban.